Vállalkozzuk Globban. Ezzel a szlogennel indított akciót a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, hogy minél többen telepedjenek le Zuglóban, minél többen alapítsanak itt olyan sikeres vállalkozást, amelyre alapozva azután nem csak a saját boldogulásuk jut előrébb, hanem a közösséget is tudják segíteni. Ezt a törekvést támogatja a Zugló Televízió is, és ennek az akciónak a keretében szólaltatunk meg rendszeresen olyan szakértőket, akik segítenek ebben a munkában. Mai vendégünk Taján Andrea, számviteli szakember, könyvelő cégnél dolgozik, akivel az adóváltozásokról, így március derekán, különösen a személyjövedelemadóval kapcsolatos tudnivalókról beszélünk. Ugye ez a vállalkozó számára is lehet érdekes, bár azok, akik katában vagy valamilyen más egyéni vállalkozói formában vannak, már korábban bekattantak az érvényes határidők. Ez így van, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Az egyéni vállalkozók, illetve az őstermelők már február 27-ig teljesítették az SZIA bevallási kötelezettségüket, tehát az első nagy hullám úgymond már lement. Viszont mindenki más most következik. Május 22-e a határidő, ugye alapvetően 20-a lenne, de mivel ez hétvégére esik, az első azt követő munkanapra datálódik a dolog. Vannak újdonságok a korábbi évekhez képest, talán az egyik ilyen újdonság, ami már biztos mindenki számára ismert, ez az adóhatósági bevallás tervezet. Március 15-ig kellett visszajelezni azoknak a magánszemélyeknek, akiknek nincs ügyfélkapus hozzáférésük, hogy postai úton szeretnék megkapni ezt a tervezetet, és hogy akkor azt milyen címre. Ezt többféle módon megtehették, de avval sincsen probléma, ha valaki esetleg ebből a határidőből kiszaladt volna, és nem rendelkezik ügyfélkapus kóddal, mert hogyha bemegy egy NAV ügyfélszolgálatra, ahol beazonosítja magát, adóazonosítójel, lakcímkártya és személyigazolvány kíséretében, akkor ki fognak neki tudni nyomtatni egy tervezetet a hivatalnak a rendszeréből, tehát meg fogja tudni ő is kapni az adóhatósági tervezetét. Ez az új elektronikus bevallási rendszer, ez csak plusz lehetőséget jelent, ha jól értem, az összes eddigihez képest. Tehát annak, aki esetleg nincs az ügyfélkapu regisztrálva, ne adj Isten, nehezebben barátkozik a számítógépes eljárásokkal, továbbra is lehetősége van egy papír alapú bevallást beadni, postán eljuttatni. Ez így igaz. Az eddigi formák változatlanok, tehát a úgynevezett önadózás fogalma az változatlanul fennmaradt, erre ma is lehetőség van. Ez egy könnyítés szeretne lenni azoknak a részére, akiknek viszonylag standard jövedelmük van. Azok a jövedelmek szerepelnek a tervezetben, amiket különböző gazdálkodóknak már évközben, akár havi szinten a magánszemélyekről be kellett jelenteni egy bevallás keretében. Tipikusan ilyen a munkabér, ez a leggyakoribb. Tehát azoknak a magánszemélyeknek, aki egy munkavállaló, egész évben egy munkahelyen dolgozik, és semmilyen más adóköteles jövedelme az adott évben nem volt, nincsenek kedvezményei, bár a kedvezmények nagy részét is az intézmények lejelentik, akkor őnekik tulajdonképpen minden adatuk megvan az adóhivatalnál, amit ő mint önadózó beküldene, tehát neki már egy majdnem 100%-osan készbevallása lenne a tervezetéből. Azok, akik egyébként egyéb jövedelemre is szertettek, olyan jövedelemre, ami ugye nem kerül lejelentésre évközbe, őnekik, hogyha a tervezetüket is megnézik, biztosan módosítást kell jelezniük az adóhivatal felé, hiszen például, ha egy ingatlant eladott valaki, és adóznia kellett utána, arról nem fog tudni még az adóhivatal. Vannak más ilyen tipikus és jellegzetes jövedelmek, amit érdemes észben tartani, hogy ezek azok, amik nincsenek benne? Hát alapvetően ez szokott a standard lenni, illetve esetleg a ingatlan bérbeadása, ha magánszemélynek ad bérben valaki. Ugye Airbnb az itt jelentkezhet. Igen, mert ha cégnek ad bérbe, akkor ugye a cég, mint kifizető megjelenik, és ő kötelezően havi szinten bevallja, illetve a bérbeadó helyett meg is fizeti az adókat, hiszen ő az ingatlan bérletért akkor az adóval csökkentett összeget fizeti
a bérbeadójának. Tehát ez például tipikusan lehet ilyen. Szerintem érdemes megnézni a gyermekkedvezményt, erre azért hívnám fel a figyelmet, mert korábbi években már többször szó volt arra, hogy minden egyes gyermeknek, aki utána a családi kedvezményt szeretnénk igénybe venni, adóazonosító jellel kell rendelkeznie. De azt, hogy kötelezően mikortól lehet csak ezzel érvényesíteni, annak az időpontját folyamatosan kitolták. Most elkövetkezett az az időpont, amikor már nincs hova tolni. Idén már a bevallásban is csak kizárólag úgy lehet havonta a munkáltatónak leadni, hogyha ez szerepel. Egyetlen egy trükkel ki lehet védeni, illetve a 16-os évi SZIA bevallásról is csak úgy fogja elfogadni a rendszer a kedvezményt a gyermekkel kapcsolatban, ha az adóazonosító jele is fel van tüntetve. Itt lehet, hogy lesznek torz információk, vagy azért, mert mondjuk nem jól adta le a munkáltató évközben, mert nem volt meg ez az adata a munkavállalóról, vagy nem nyilatkozta le, és mondjuk most egy összegbe szeretné megkapni az egész tavalyi évit, őnekik biztosan módosítani fog kelleni, de ez mondjuk kedvezmény, nem jövedelem. És ha még ne adj Isten, mindig nem lenne a gyermeknek adóazonosító jele, hát akkor azt néhány héten belül el kellene intézni, hogy a májusi határidőig mindenképpen megérkezzem. A májusi határidőig, tehát eddig a május 23-áig van-e bármilyen más határidő, vagy mostantól kezdve ez az időszak az egyben van, és semmilyen köztes kötelezettség nincsen? Tehát mindenfajta adatot ráér május 23-áig elküldeni, akár több lépcsőben is, tehát arra gondolok, hogy például az 1%-ról való rendelkezésnek együtt kell-e mennie az adóbevallással, vagy azt meg lehet tenni később is? Hát célszerű lenne, ha együtt mozogna. Már csak azért is, hogy biztosan feldolgozásra kerüljön és egybe, és ne kelljen mondjuk önellenőrzést beadni, vagy bármi egyebet. Tehát igazániból nincs több lépcső. Május 22-ig kell kompletten a bevallást beadni. Abban az esetben, hogyha valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, és a papíralapú tervezet útját választotta, és nem ért egyet a tervezettel, annak ugye nyilván nem kellene megvárni a visszajelzéssel a május 22-t, mert akkor utána nem biztos, hogy minden lefut, lezajlik időben, hogy helyére kerüljenek az adatok, tehát ő mindenképpen áprilisban jó lenne, ha reagálna rá, illetve áprilisban az adóhivatal tájékoztatni is fogja a postai úton kérőket, hogy van-e fizetendő adója, illetve visszaigényelhető adója. Akinek van ügyfélkapus hozzáférése, ugye ő már 16-ától ezt láthatja a rendszeren keresztül. Ha viszont nem ügyfélkapon keresztül adjuk le a bevallásunkat, akkor ugye a rendelkező nyilatkozatot is postai úton kell eljuttatni. Azért itt elképzelem, hogy több ember nem fog ezzel bíbelődni, így sajnos valószínű, hogy a 16-os év tekintetében az intézmények valamivel kevesebb 1%-os adóbevételhez fognak jutni. Említette már az esetleges fizetendőket, illetve hát a visszatérítést. A fizetések tekintetében is a május 23-a ugye a határidő, tehát akinek esetleg azt hozná ki az adóbevallása, hogy még valamit be kell fizetni az adóhivatal felé, ezt május 23-áig kell megtennie, átutalni. Igen, tehát mindig május 20-a az SZIA bevallási határidő, mint ahogy említettem, ha hétvégére esik, akkor a rákövetkező első nap. Bizonyára már azért többeknek ismert az, hogyha 200 ezer forint alatt van az összes fizetendő személyjövedelem adója, akkor egy 6 havi kamatmentes részletfizetési lehetőségre egyébként van mód, ezt a bevalláson jelölni kell, illetve a tervezet kapcsán is jelölni kell, hogyha ezt szeretné. Tehát erre van egy külön sor a bevallásban, ahol meg lehet jelölni, hogy hány hónapon keresztül szeretné azt kifizetni, és értelemszerűen learányosítják a fizetendő adó összegéből. Erre akkor gondolom küld csekkeket az adóhivatal? Én úgy gondolom, hogy önmagától nem fogja ezt kiküldeni. Tehát az átutalást akkor részben kell tartani. Egyrészt részben kell tartani. Elképzelhetőnek tartom, hogy a postai úti tervezet esetén fog csekket küldeni, ugyanis hogy az a lényeg a csekknek, hogy az adózó
magánszemély neve és adóazonosító jele szerepeljen rajta. Ezt most már nem kézzel töltik ki ezeket az adatokat, hanem úgy nyomtatják ki a csekket az adóhivatalnál, hogy ezek a személyes adatok eleve rajta vannak a csekken, és csak az összeg marad úgymond üresen, vagy ha konkrétan azt is tudják, és úgy megy be az ember csekket kérni, akkor azt is rányomtatják. Köszönöm szépen ezeket az információkat. Gondolom, hogy a FIVOSZ honlapján, illetve a FIVOSZ szervezetein keresztül is kaphatnak tanácsot azok, akik ezekben az ügyekben érdeklődnek. Meg hát persze mindenkinek egyénileg a saját könyvviteli szakemberével konzultálva módja van továbbképeznie magát. Így van, nem annyira bonyolult a dolog. Szerintem nagyon felhasználóbarát egyébként ez az új rendszer, de egy biztos, hogyha valaki esetleg nem jelezett semmit az adóhivatalnak, és nincs ügyfélkapus kódja, annak is készül tervezet, és ha nem küld be önbevallóként a májusi határidőig magáról bevallást, akkor azt fogják rögzíteni, mint végleges bevallás. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött és elmondta ezeket az információkat. Én köszönöm, viszont hallásra.